Érzékletesség és történelmi hűség, a Színházi Bestiák című darab ezt is nyújtja majd a nézőknek. Az előadás magáról, a színházról és a színészekről szól, mellette bemutatja többek között a kiszolgáltatottságot és az azzal való megbékülést, véli a rendező Verebes István. Miután a darab eredetileg nagyon érdekes, ami az én pályámban különleges, én elkezdtem vitatkozni ezzel a darabbal. Azért is vállaltam, mert ez egy kaland. Tehát több dimenzióból szeretném kommentálni, amiben általánosít ez a darab. Amiben érdes, amiben gusztustalan volt, azt én kihagytam. Ha sikerül, akkor ez a közönségnek egy hitvallás is lehet. Belátni magunkról, ami belátnivaló, és közben elmondani azt, hogy miért kell így élnünk, miért jutottunk ide. A darab egyébként 1600-as évek második felében játszódik, a Cromwell puritán köztársasága után, amikor először engedték újra egyáltalán a színházat, tehát a színházakat megnyitották az Erzsébet kor után, és a második Károly alatt először színésznők léphettek színpadra. Ettől egy picit pikáns az egész darab. Egyszer második Károly angol királynak várakoznia kellett, hogy a színházban elkezdődjön az előadás. Mi tart ilyen sokáig, türelmetlenkedett a király. A királyné borotválkozik, hangzott a válasz. Akkor mostantól játssza nő, rendelkezett a király. Attól a naptól kezdve engedélyezték, hogy a nők színpadra léphessenek Angliában. Ez a színházi anekdota őrzi a nagy színházi forradalom kezdetét és okát. A Színházi Bestiák című darabban Pregicer Fruzsina, Kónya Merlin Renáta, Szabó Márta, Horváth Réka és Jenei Judit mutatják be az első hivatásos színésznők portréját. A darabot szeptemberben mutatják be a Krúdi Kamarában.